Az MB2 21. fordulójában a két sereghajtó, az utolsó előtti Cegléri VS-e és az utolsó helyen álló Szegedi Evol találkozott egymással az albertésai sporttelepen. Az összecsapás a várakozásnak megfelelően nagy küzdelmet hozott, mindkét gárda nagy elánnal vetette magát a küzdelembe. A játékot a hazaiak irányították, több óriási helyzetet is kialakítottak, de azok rendre kihasználatlanok maradtak. A vendégek erejéből jó részt védekezésre futotta, azt viszont szervezetten is jól tették. A mérkőzés sorsát eldöntő egyetlen gólt pedig ők szerezték. A helyzetek alapján a Ceglédnek gólokkal kellett volna győznie, de ugyanakkor nem érdemtelen, ha nagyot harcoló tiszapartiak sikeresen. Ezek után nézzük a legfontosabb eseményeket történésük sorrendjében. 7. perc, nem sokat kellett várni az első, de már is hatalmas gólszerzési lehetőségre. Tihanyi nagyszerű ütemben lépett ki a védők közül, már csak a kapussal állt szemben, de lövése a kapusról az alapvonalon túlra pattant. 18. perc, a Szeol első próbálkozása a gólszerzésre, de Péter távolról nem találta el a kaput. 20. perc, ismét Tihanyi került óriási helyzetbe. Azt nehéz eldönteni, hogy lőni vagy passzolni akart. A lényeg az, rossz döntést hozott, mert most is elmaradt a gól. 32. perc, a 16-os vonala környékén szereztek labdát a hazaiak, Tihanyi indult a kapu felé, majd a kapus Prokoppal találkozva a lelátóról nézve fölöttébb gyanús körülmények között a gyepre került. A játékvezető továbbot intett. 48. perc, Takács remek, látványos mozdulattal kapásból célozta meg a kaput, azt el is találta, de a labda pontosan odament, ahol Prokop állt. 50. perc, ekkor Szabó hagyta ki a kihagyhatatlant, a kaputól mintegy 5 méterre vette le a labdát. Védő sem zavarta, de a csatár magasan fölé lőtt. 58. perc, a kaputól mintegy 25 méterre szabad rúgáshoz jutott a Cegléd. Takács állt a labda mögé, lövése nyomán a labda megpattant a sorfalon, majd a vert kapus helyett a keresztléc mentett. Nagy lövés! Sorfalat érintve pattant a labda a felső része, onnan pedig a vonalon túlra. 62. perc, nagy helyzet a másik oldalon, és a hátvéd Buzási felívelt labdája túljutott Prekleren. Péterhez került, de Mulsicsnak nem kellett védenie, mert a labda elkerülte a kaput. 72. perc, ekkor esett a 3 pont sorsáról döntő gól. Nagy Rihárd végezte el a szabadrúgást, a jobb alsó sarkot célozta meg. A labda a vetődő Mulsics előtt megpattant, és a jobb alsó sarokban kötött ki. 94. perc, Frődik még egyenlíthetett volna, de a kaputól mintegy 10 méterre állva a bal sarok mellé lőtt. Néhány centiméteren múlhatott a dolog, hiszen a lelátóról nézve úgy tűnt, hogy nem a labdafogó, hanem a kapu hálójában állt meg a labda. Ilyen történések után végződött a találkozó 1-0-ás szegedi győzelemmel. És a játékvezető most döntött úgy, hogy véget vett a játéknak.